is my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Újra az Érd Arénában is ismét teltház előtt léptek pályára lányaink az EHF kupában. A csoportkör negyedik fordulójában a norvég Biassen fogadtuk. Minimum 8-szor szerettünk volna nyerni, és amikor úgy éreztük, hogy ott van a lehetőség, mert tényleg úgy jöttünk ki a pályára, hogy mi itt most minimum 8-szor nyerni fogunk. A 7. januári mérkőzésünket 2-0-val kezdtük, ám 10 perc elteltével a vendégeknél volt az előny, nem sokáig. Stabil támadójátékunk mellett a védelmünk is remekül összeállt, miképpen kapusunk Januri Kinga is nagyszerű védésekkel vette ki részét a félidei 15-12-es vezetésünkből. Volt türelmünk kivárni azt, hogy picit elfáradjanak, fegyelmezetten játszottunk, és nem rohantunk nekik az első fél időben, a második fél időben, amikor már tudtuk, hogy láttuk azokat a pontokat, amire egyébként is Edina fölkészítette a csapatot, hogy hol lehet őket egy kicsit megrogyasztani, ott a csapat nagyon óriásit játszott. A térfélcsere után több mint 5 percig nem kaptunk gólt, elől viszont nem volt megállás. Változatos támadások végén Katarina Kripes lezárt 8, Miklivinyi Kinga és Mariama Szinyáté 6-6 góllal járult hozzá a győzelemhez. Here's my key, philosophy. I think we play more serious, more together. Egymásért játszottunk ezen a mérkőzésen, nagyon koncentráltunk, a védelemben is mindenki megtette a magáit, ez egy igazi csapatmunka volt. A hajnában már több mint 10 góllal vezettünk, szép csapatmunkánkra jellemző, hogy 11 játékosunk is betalált a 34-22-re végződő találkozón. Barján, Kis Nikolett, megvan az első érdi gólja Kis Nikolettnek. Még erre is figyelt az Érd, hogy ez legyen a mérkőzés utolsó pillanata. Egészen elképesztő. Really happy. I think that today we played really well. Nagyon boldog vagyok, jól játszottunk, kiváló volt a hangulat, a szurkolóink ismét kitettek magukért, nagyon sokat segítettek nekünk, a folytatásban ugyanígy kell majd teljesítenünk. Finally, and that we have to continue like this. Nagyon arra készültünk, hogy legalább 10 góllal megverjük őket, mert ugye sokkal kaptunk ki kint, és hál' Istennek ezt meg is tudtuk valósítani. A második fél időben nagyon jól védekeztünk, Kingi nagyon jól védett, és összeálltunk. Nagyon boldog vagyok, tényleg leírhatatlan. Legközelebb szerdán Dunaújvárosban játszunk bajnokit, még az EHF kupában a Rostov Don fogadjuk vasárnap 15 órától az Érd Arénában.